I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. 2020 nem volt túlságosan tömve a Marvel tartalmaival. Sőt, egy sorozatot vagy filmet sem kaptunk. Lehet sajnálni, de pont jókor jött a szünet, ugyanis a Végjáték és a Pókember idegenben jó lezázás volt a harmadik fázisnak. De végre 2021-ben és az idei év, ha nem lesz több halasztás, akkor tömve lesz Marvel filmekkel és sorozatokkal. Iratkozzatok fel, ugyanis minden sorozatról fogunk podcastben beszélni, illetve a részek Google Drive linkjei is lent lesznek a leírásban. Gyertek a Discord szerverünkre is! Kezdjük! WandaVision. Január 15-én pénteken elindult a sorozat, melynek részei hetente fognak megérkezni. Összesen 9 részes lesz, így az évadzárót március 12-én láthatjuk, amikor ez a videó kijön, már valószínűleg elkezdődött a sorozat, vagy nagyon közel vagyunk a premierhez, úgyhogy rövid időn belül számíthatok élménybeszámolóra és podcastre is. Egy kaotikus, még a Marveltől soha nem látott sorozatra számítunk, ami formabontó lehet az MCU-ban. Sólyom és a télkatonája. Nem sokkal a WandaVision vége után egyből érkezik is a következő magyar sorozat, a premierje március 26-án lesz, és hetente fognak megjelenni az új részek. Viszont ez a sorozat csak 6 részes lesz. Április 30-án fogjuk megkapni az évadzáróját. Ezt is várjuk, de nem annyira, mint az előbb mit. Loki. A sorban a harmadik Marvel sorozat is egy kis kihagyással követi az első kettőt. A premierje valamikor májusban lesz, és ez is 6 részes lesz. Erről tudunk a legkevesebbet, de az biztos, hogy Tom Hiddleston, azaz Loki korábbi megformálója, most is visszatér a karakterhez. Fekete özvegy. A részben Budapesten forgatott Fekete özvegy végre úgy néz ki, tényleg befut a mozikba. Ha további halasztás nem történik, akkor május 7-én. A filmből valószínűleg megtudjuk, hogy mi történt a Romanov életében, hogy végül feláldozta magát a Végjátékban. Shang-Chi. A Marvel idén a harcművészetes irányt is elkezdi boncolgatni. Az első ázsiai Marvel hőssel, Shang-Chi-val. Valószínűleg az igazi mandarint is megismerhetjük a filmből. Hazánkban július 9-én mutatják be. Eternals, vagyis az örökkévaló. Újabb isteni szál a Marvelnél. A castingját tudjuk a filmnek, de sokkal többet nem. Jelenlegi állás szerint november 5-én érkezik. Pókember 3. Valószínűleg évvégére még az egyelőre cím nélküli Pókember folytatás is befut. Sok pletyka szól a Pókverzumról, de ezt egyelőre ne vegyük készpénznek. Morbius. A Pókember nélküli Pókember univerzum is folytatódni fog idén egy újabb gonosztevő saját filmjével. Még biztos premier dátuma nincsen, viszont már egy előzetes kaptunk hozzá, és izgalmas dolgok kerültek ki belőle. Csekkoljátok le! Moon Knight. A Moon Knight nem idén érkezik ugyan, de a Marvel második Magyarországon forgatott produkciója lesz. Ez főleg nekünk magyaroknak egy igen izgalmas hír, ezért mindenképp szeretük volna megemlíteni. A mai videó ennyi lett volna. Ti melyik Marvel filmet per sorozatot várjátok a legjobban? Írjátok le a komment szekcióba, dobjatok egy lájkot, és mindenképpen iratkozzatok fel. Nyomjátok meg a csengőt, meg tudjátok minden ilyesmi. Mostantól nincs megállás a tartalmak terén. Sziasztok!